Kijutni a Himalájához és felmászni 5400 métert rajta nem kis teljesítmény. A 60 Klaben György azonban tavaly ősszel épp ezt tette, a 68 éves férfi meghódította a világ legmagasabb hegyét is. A világjáró férfi a csapattársaival az alaptáborig jutott, mivel a magashegyi hegymászáshoz szükséges eszközök a bombai reptéren elakadtak. A teljesítmény ennek ellenére így is óriási. Klaben György egész életében imádta a sportot, mindig kereste az extrém helyzeteket is. Volt, amikor cápák között búvárkodott, de részt vett ejtőernyős ugrásban is, és járt már a Tátrában és az Alpokban is. Szereti a téli sportokat, a 60-i jégpályán is rendszeresen jégkorongozik. Mindezek mellett mégis az egyik legmaradandóbb élménye a nepáli út és a Himaláján tapasztalt gyönyörű látvány volt. Klaben György az Aktív 60 című magazin műsorunk forgatásakor elmondta, a világ legmagasabb hegyén elképesztő csönd és béke honol, az ott látott természeti közeg feledhetetlen élmény maradt számára. Ami a legfantasztikusabb ebben, amit ilyen szinte elmondhatatlan, hogy az a látvány, amikor az ember a felhők fölé fölér, és kiül az ember a szikla tetejére, a csúcskőre, és végignéz, és alatta egybefüggő fehér felhőréteg, és fölötte kristálytiszta ég, és a csúcsokat látni. A 60-i férfi beszélt még arról is, hogy a nepáli utazása során óriási szegénységet tapasztalt. Az emberek a luxus teljes hiányában mégis kedvesek és barátságosak voltak. Külön érdekességként említette, hogy a katmandúi közlekedést is egy íratlan szabályrendszer és az egymás felé tanúsított türelem és odafigyelés határozza meg. Klaben György még hetekkel az út után is hatása alatt állt annak, amit Nepálban és a Himaláján tapasztalt. Egyelőre még nem tudja, hogy mi lesz a következő úti cél az életében, de ahogyan az elmúlt évtizedekben mindig, így biztosan a jövőben is több extrém helyzetet is ki fog még próbálni. A Klaben György útjáról készített teljes összefoglalót bárki megtekintheti a 60 TV YouTube csatornáján, illetve a 60ihírlap.hu Facebook oldalán.